Újabb Oroszország elleni szankciós csomagról egyezett meg az Európai Unió az ukrajnai háború kezdetének első évfordulóján. Ez a 10. intézkedéscsomag, amiben megtiltják az elektronikus alkatrészek, sugárhajtóművek és antennák Oroszországba történő exportját, összesen 11 milliárd euró értékben. Az Unió úgy gondolja, Oroszország nehezen tudja majd beszerezni ezeket. Az EU kiterjeszti a szankciókat 7 az iráni forradalmi gárdával kapcsolatban álló szervezetre is, melyek azokat a drónokat gyártották, amiket Oroszország bevet Ukrajnában. Olyan szervezetek és személyek is felkerültek a szankciós listára, akik felelősek az ukrán gyerekek illegális deportálásáért. Oroszország egy autokratikus gazdaság felé sodródik, elvágva a világtól. A szankciók jelentősen gyengítik az orosz gazdaságot, és kizárják a lehetőségét, hogy modernizálhassák azt. Továbbra is nyomást gyakorlunk Oroszországra és azokra, akik a harctéren támogatják. Továbbra is fellépünk Putyin szövetségesei ellen, ahogy azok ellen is, akik segítenek Oroszországnak a szankciók megkerülésében, fogalmazott az Európai Bizottság elnöke. A megállapodáshoz vezető tárgyalások azonban a vártnál tovább tartottak. Magyarország megpróbált több nevet is levetetni a szankciós listáról, míg más országok, köztük Lengyelország és Litvánia, az orosz nukleáris szektort is bevonták volna a szankciós csomagba. A következő lépésekről a későbbiekben állapodnak meg. Az orosz gyémánt import tilalma nem szerepel a listán annak ellenére, hogy a G7 országokkal megállapodtak a drága kövek nyomon követéséről.